Vizuális játékra hívja a látogatókat Hegedűs Tibor festőművész a Karacs Ferenc Múzeumba, aki ezúttal fotóit mutatta meg a nagy közönségnek. Holdbéli tájnak, műholdképnek látszó különleges világot mutatnak a vásznak első pillantásra, másodikra meg mindenkinek azt, amit pillanatnyi hangulata, lelki állapota diktál. Hogyha valaki alkotó szemmel tekint a világra, akkor végül is mindegy, hogy milyen eszközt vesz kézbe, tehát az lehet fényképezés, lehet festés, lehet grafika. Mondjuk én leginkább vízfestékkel, meg olajfestékkel festettem eddig, ez a fényképezés ez egy kicsit olyan plusz volt, viszont mindegy. Tehát igazából nem az a fontos, hogy milyen eszközzel, milyen technikával mutatom be, hanem inkább csak a látásmód az ami hangsúlyos. Tehát bármilyen eszközzel lehet nagyokat alkotni, hogyha mondjuk csak egyszer uzált meg papírt kapok, akkor azzal is lehet dolgozni. Lehet, hát a grafikusok rengeteg fantasztikus munkát hoznak létre, csak a fekete-fehér segítségével. A fekete és a fehér dinamikus egymásra hatása, harca, vetélkedője adja a játékosságát Hegedűs Tibor kiállításának. A képekbe beleláthatunk szinte bármit, legyen az a galaktikus világ egy részlete, tengerpart, vagy akár egy képzelt lajtorja, mely valahová a végtelenbe tart. A környezetből kiragadott képek témája valóban az utcán hevert, míg Hegedűs Tibor szeme ki nem emelte onnan, s mutatta meg úgy, ahogy sokunknak eszébe sem jutna. Ez az egész úgy működik, hogy fekete-fehér fényképeket készítek, tehát egy Pentax fényképezőgéppel. Ez csak azért fontos, hogy a tükörreflexes gépek, aki ismeri a fényképezést, tudja, hogy a tükörreflexes gépek egy picit pontosabb képet adnak, készítenek, mint az ilyen kis kompakt vagy bridge fényképezőgépek. A tükörreflexes fényképezésnek a technikájából adódóan a tükör felcsapódik, és pont ugyanazt a fényképet fogom megkapni, amit láttam a keresőn keresztül. Nincs, hát egy nagyon-nagyon pici eltérés van, de a többi fényképező típushoz képest nagyon kevés. És ha valaki szereti ezt, hogy pont azt fényképezi, amit lát a keresőn, nincs néhány százalékos eltérés, akkor így fényképez. És digitálisan ezeket a képeket megdolgoztam, egy picit fekete-fehérre alakítottam, és a kontrasztot változtattam meg egy picit. Mind a kettőnek van oka. A fekete-fehérre alakítás azért fontos, mert egyébként, hogyha mondjuk látjuk az aszfaltnak a kékes-szürkés tónusát, vagy ilyen sárfoltokat, vagy ilyesmit, akkor az elveszíti az illúziót. Tehát, hogyha látjuk, hogy a traktorról leesett a sár is az ott, tehát az annyira felismerető, mert a színek azok árulkodnak, hogy mi is volt. És ez egy picit segít elvonatkoztatni, absztrahálni az egészet, hogy nem látunk színeket. A kontraszt pedig azért fontos, mert hát ugye nem fekete-fehér képek ezek, hanem szürke árnyalatos képek, tehát sok szürke tónust is látunk, viszont szerintem akkor szépek, hogyha a feketék azok tényleg jó mély feketék, és hát legtöbbet ugye nappal fényképezem, és olyankor nincsenek annyira erős, sötét kontrasztok, tehát ezt muszáj kicsikét digitálisan felhúzni, és ez a következő lépés, a kontrasztot változtatom egy picit, meg hát maga vágása a képeknek, mert én amikor lefényképezem, még aztán hát legalább vagy 10-15 percig, sőt van amelyikkel sokkal többet gondolkoztam, hogy többször visszatértem hozzá, hogy pontosan mi kerüljön a képre, vagy mit hagyjunk meg. A feszített kompozíciójú képek izgalmassága a sötét és világos foltok, vonalak, ívek arányából fakad. Hegedűs Tibor megpróbálta úgy elinktárni őket, ahogyan a legtöbbet nyújtják a képzeletnek és a szemnek. A technika, melyel készültek, egy fotós gyakorlat során került a látókörébe. Egy ilyen fotós gyakorlat során jött ez elő, hogy ilyesmiket is lehetne fényképezni, mert ilyen hát, végzett rajztanárokként másoddiplomás képzésen vettünk részt az Iparművészeti Egyetemen, azóta már Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, és ott a fotós tanár mondta, hogy hát akkor lehetne ilyen a hagyományos fényképezéstől eltérve, lehetne más technikákat kipróbálni, például ilyet, hogy szaturáció, nem tudom, ez mond-e valamit, amikor
fényképnek vagy az egyes színeknek tulajdonképpen a hullámhosszait eltoljuk, és egyes részek nagyon besötétülnek, vagy át is váltanak inverzre. Tehát ilyen, hát ilyen nagyon furcsa tónus hatású vagy színhatású képeket lehet így ezzel készíteni. Van a Photoshopon is, meg a képszerkesztőt, hogy szaturáció, ki kell próbálni, hogy változtatja meg egy képet. Tehát elképesztő színeket varázsol, amik nincsenek ott tulajdonképpen. Ennek egyébként az a múltja, ennek az egész eljárásnak, hogy ha előhíváskor a klasszikus analóg fényképezésnél, amikor előhívjuk a filmet, akkor van úgy, hogy sok fényt kap, és a sok fény okozza ezt, amikor túlságosan, tehát az előhívás során túl sok fényt kap, akkor megváltoznak a tónusok, és akkor ezt már digitálisan is lehet utánozni. Én akkor vettem elő ezt a korábbi ötletemet, hogy lehetne ilyen repedéseket, meg ilyen mindenféle előttünk heverő dolgokat fényképezni, részletek, amik akár grafikusan érdekesek is lehetnek, és mint ahogy a címben is, a kiállítás címe is, hogy kibecész falban megered hajakat verő ereket, ez a Nagy László kiviszi át a szerelmet című versének az egyik sora, és tulajdonképpen ez másnak a fejében is megfogalmazódott, meglepődve láttam egyszer egy kiállításon, hogy Váli Dezső nevű festőművész, már egy idősebb festőművész, aki nagyon szép ilyen lírai képeket fest, hogy ő is fotóz ilyesmit. Meg is voltam kicsit sértődve, hogy hát ez nem csak nekem jött eszembe, tehát egy más is észrevette ezt, hogy a falak repedései, azok a dolgok, amiket más legfeljebb hibának tart, vagy nem tudom, vagy csak egyszerűen a mester úgy húzta a vakolókanalat, hogy azok szépek is lehetnek. Egy kis anekdota ehhez, hogy amikor egyszer ott a házunk mellett fényképeztem éppen ilyen csatornatetőt, vagy nem tudom micsodát, az egyik szomszéd odajött és mondta, hogy na végre valaki már szóvá teszi, mondom mit? Hát ugye viszed az önkormányzathoz, hogy milyen nagy repedések vannak itt mondom nem, ez most más célból készül. Tehát amit más egyébként csak a haszna vagy az értéke alapján becsül meg, azt lehet más szemmel is nézni. Fénel Tamás fotóművész biztatta Tibort, hogy jó az ötlet, és foglalkozzon a továbbiakban is a fotózással. De azt is hozzátette, hogy nem elég, ha valaki egyedi dolgot talál ki, azt el is kell tudni adni. A szó minden értelmében. Nem kifejezetten a pénzügyi vonatkozása, nem egyáltalán az a bemutatása, vagy az, hogy valaki azt mondja, hogy hú, ez tényleg érdekes, és akkor nagy közönség elé kellene tárni. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, hogy mi az, ami megüti az inget, küszöbbet is érdekessé tud válni. Hát én most örülök, hogy legalább itt megütötte az inget, küszöbbet, és itt érdekessé tudott válni. És az az igazság, hogy a múzeumok éjszakáján itt beszélgettem látogatókkal, túlságosan negatív kritika nem hangzott el, érdekesnek találták, vagy hát volt, akinek kifejezetten tetszett is. A képek Tibor otthonából érkeztek a múzeum kiállító termébe, s kislánya, mikor készülődött a tárlatra, érdeklődött, hogy ezután üresen maradnak-e a falak, ahol eddig minden nap látta őket. A kislányom kérdezte is, hogy apa, most üresek lesznek a falak, mert ebből vagy 10 otthon volt az egyik szobánkban. Hát otthon rakom ki, illetve most szeretnék azért néhány helyen megmutatni még máshol. A legkézenfekvőbbnek azt tűnik, hogy a debreceni Meggyesi gimnáziumban rakom ki, mert ott is tanítok, és már beszéltük, hogy ott a jövő évben szeptembertől, vagy a következő tanévtől ott fogom megmutatni, aztán majd meglátjuk, hogy még hol lehetne. Mondjuk az az igazság, hogy én ezt úgy is el tudom képzelni, hogy egy nagyobb térben, tehát igazából itt egy picikét tényleg szűkösen raktam, tehát egy-egy kép nagyobb teret is kívánna, tehát lehetne az, hogy egy picikét lazábban, szellősebben kirakni valahol. Meg van még vagy 4-5 kép, ami most itt nem szerepel, tehát még van ebből. Úgyhogy igazából
vannak variációs lehetőségek, hogy mikor, a helytől is függ, ugye, meg a lehetőség, hogy mikor, hol, mennyit rakunk ki. De szerepelni fognak még itt-ott. Hegedűs Tibor azt mondja, hogy a hangulatától és a kedvétől függ, hogy művész szemmel jár-e az utcán, figyeli-e a természet vagy az ember alkotta tárgyak szépségét, különlegességét. Van úgy, hogy nem ilyen szemmel járok az utcán, de aztán hirtelen úgy mégiscsak beütlik, mikor látok valami érdekeset, és akkor visszaszállok a fényképezőgépét, és akkor lefényképezem. Alapjában véve másként gondolkozok, amikor inkább festek, tehát akkor egy picit festői szemmel nézek. Amikor inkább grafikákat készítek, akkor inkább grafikusan. Tehát mondjuk az, mondok egy példát, amikor például rajzfilm hátterekhez terveztem képeket, tehát rajzokat, akkor leginkább azt néztem meg, hogy is vannak mondjuk a, hogy néz ki egy ajtófélfa, hogy van összerakva, hogy van csapolva, vagy egy szerkezet, egy eszköz, egy akármi, hogy van szerkezetileg megoldva, vagy amikor látok egy szekeret, hogy akkor az hogy is van, az egyes részek hogy kapcsolódnak össze. Tehát amikor mondjuk azzal foglalkozom inkább, hogy néz ki egy szerkezet, akkor azt veszem észre. Amikor a színek foglalkoztatnak, inkább akkor a színeket összenézze, de fordítva is működik, hogy ősztel inkább a színeket lehet észrevenni, és egy idő után ebben megszokja, hogy milyen érdekes, milyen szép a természet, a falkasztéket, és akkor valahol az embernek kedve támad festeni, amikor meglátja azokat az őszi színeket. Tehát ilyen is van. Oda-vissza működik. Megint csak visszautalok arra, amit mondtam már, hogy ez inkább csak egy érzékenységtől függ, hogy az ember nem marad közömbös a hatások iránt, amik érik, és akkor néha festeni kell, néha énekelni kell, néha táncolni kell, néha más kell csinálni. Valahogy úgy érzem, hogy én vagyok a falon. Tehát ez egy borzasztó kitárulkozás, meg egy önmegmutatás amúgy. Ez egy, hát tulajdonképpen ezt minden művész átéli, hogy tulajdonképpen a legbelső titkait fedi fel. Itt is én felfedem, hogy én fekete-fehér vagyok, elég szenvedélyes vagyok, és egy kicsikét néha kontrasztosabb, mint kéne. Ennyi. Tehát ez ilyen vagyok. Van, aki ezt le tudja olvasni, van, aki nem. Tehát végül is a lelkünk tükröződik a falakon. Azért is nehéz beszélni róla, most meglepett, hogy ilyen könnyen tudok beszélni róla, mert nem szoktam ilyen sokat beszélni. De azért is nehéz beszélni ezekről, mert hát én azért készítek képeket, mert leginkább ezzel tudom magam kifejezni. A beszéd az egy más műfaj, az egy más terület, és nem kompatibilis a kettő. Tehát amit most így bemutatásképpen elmondtam, ez csak egy felszín. Tehát igazából a képek azok sokkal ősibb, sokkal tudatalattibb szinten hatnak, és nem biztos, hogy elmesélhető teljes mértékben, csak legfeljebb utalni lehet rá, vagy körülírni, hogy mégis ezek. Hegedűs Tibor képei a sötét, világos kontrasztokkal hatnak ránk, elénk raknak mindent feketén, fehéren. A művész személyesítette az utcán heverő témákat, teret varázsolt köréjük, és mondani valóját is belefogalmazta a kompozíciókba. Hogyha valahol sikerül egy olyan, a valóságnak egy olyan darabját észrevenni, vagy felfedezni, ami egy picikét többet jelent önmagánál, ami egy picikét kozmikusabb, vagy absztraktabb lehet, vagy általánosabb lehet, mint a konkrét látvány, akkor az úgy megragad. Mert ezek is végül is arról szólnak, ezek a képek is, hogy van egy látvány, van egy felszín, és a felszín mögött van egy valóság. És hogyha ezt a kettőt, tehát jó, hogyha ezt a kettőt külön-külön tudjuk érzékelni, hogy van egy felszín, amit ugye mindenki lát, valahol ez egy védekezés is, hogy nem mindig akarunk a felszín mögé látni, illetve saját magunk is ugye egy képet alakítunk ki saját magunkról, meg a világ is ilyen, tehát a világ is úgy fordul felénk, hogy egy képet mutat. Viszont sokkal érdekesebb az, hát meg nem csak érdekesebb, hanem igazabb az, amit mögötte fel tudunk fedezni. Csak erre rá kell szánni az időt, ezzel foglalkozni kell. És mint mondtam, mindenféle érdekés, és haszonszerzés nélkül. Tehát amit úgy nézek meg, vagy úgy tudok felfedezni, hogy mi ez, mit mond ez nekem, nem pedig úgy, hogy mondjuk mennyire tudom értékesíteni. Hogyha így kezdem el a megközelítést, akkor az régen rossz, nem vezet sehova.